Körmend 13. századi alapításától kezdve a főtér a város központja volt. A település történetét meghatározó események zajlottak itt az elmúlt 775 év folyamán. Ma a 19. században emelt, klasszicista, egyemeletes házak határozzák meg Körmend főterének arculatát. Északról határolja a teret a 25 tengelyes tiszti ház, amely egykor az uradalmi tisztviselők lakhelye volt. Nyugaton áll az egykori városháza, mely három épület egyesítésével jött létre a 19. század végén. A tér délnyugati sarkán található a klasszicista Grünbaum ház, délkeleti részén pedig az 1914-ben emelt szecessziós stílusú járásbíróság. A teret keletről a kastély együttes épületei zárják le. A főtéren három szobor található. A Mária Immaculata, a Batthyány Fülöp és a Kossuth szobor. Körmend főterét nyugatról határolja a régi városháza épülete. Három épület egyesítésével jött létre. A 18. század közepén barokk stílusban épített városházát 1892-ben a két szomszédos uradalmi épület, a Csillagház és a Holdház megvásárlása után bővítették és átépítették. Emeletén alakították ki a nagy tanácstermet, ahol a település képviselőtestülete ülésezett. Földszinti helyiségeit különböző üzleteknek adták bérbe. Az épület ebben a formában működött 1970-ig, mint a Körmendi Városháza. Az 1980-as évek elején kapta mai formáját, amikor a földszinti nyílászárók tetejét félkörívesre formálták. A városháza 1970-ben költözött át a főtér déli oldalán emelt új épületbe, majd 1990-ben a szomszédba, a jelenlegi helyére. A járásbíróság felépítéséről 1906-ban döntöttek. Először az itt álló sóhivatal épületét kellett lebontani, melyre 1913. februárjában került sor. A járásbíróság épületét Jablonszky Ferenc tervei alapján építették fel alig több mint egy év alatt. A kiemelkedő szépségű, szecessziós épület emelete és a tető közé Zsolnai majolikából készített négy koszorút és 25 tulipántiszt helyeztek. A királyi járásbíróság felirat fölé ugyancsak Zsolnai majolikából magyar címer került. A címer egy kútban vészelte át az 1945-öt követő évtizedeket, majd 1989-ben került vissza a járásbíróság homlokzatára. Az épület tégláin bekarcolt cirill betűk emlékeztetnek a megszálló szovjet katonaságra. A Mária Immaculata szobor kétségkívül az egyik legszebb dísze a térnek, amely a kulturális rendezvények befogadó helyszíne, így a szobor nem csak a város mindennapi központjában, hanem kulturális centrumában helyezkedik el. A szobrot felirata szerint Batthyány Stratmann Fülöm állítatta 1822-ben apjának emlékére. Emelt talapzatán kannelurás dór oszlop, rajta földgömb nyugszik, tetején a kezét imára kulcsoló Szűz Máriával, akinek gazdagon redőzött ruhája barokk jelleget mutat. Feje körül 12 csillagos glória található. 1931. május 2-án született döntés arról, hogy a szobor glóriáját dr. Batthyány Stratmann László emlékére világítsák ki. 2010-ben történt meg a szobor teljes körű restaurálása, melynek során letisztították, aranyozták a feliratát, újjáépítették a kerítést, világítást kapott a szobor és a glória is, valamint visszakerült a puttó szobor is, amit a szovjet katonák lőttek szét. A Kossuth Lajos szobor felállításának ötlete születésének 100. évfordulóján merült fel 1902-ben. 1905-ben megalakult a Kossuth Szoborbizottság, és pályázatot nyújtottak be egy szobor felállítására adományokból.
az 1907. október 6-ai leleplezésre Kossuth Ferencet is meghívták. Vas megye mai napig egyetlen egész alakos Kossuth szobra, a közösségi összefogás ékes bizonyítéka.